Rendőrök érkeznek a Kőszárhegyi balesethez. Szombat hajnalban érkezett a riasztás, súlyos baleset történt a Polgárdiba vezető út Székesfehérvári szakaszán. Ekkor még több sérültről tudtak. A helyszínen kiderült, két súlyos sérültje van a balesetnek. Ketten sérültek meg a balesetben, úgy néz ki, hogy mind a kettő sérültnek súlyosabb a sérülése. A mentőknek a sérültekhez való hozzájutáshoz a tűzoltók tudtak segítséget nyújtani, és az ő segítségével sikerült végül is mind a két sérültet a mentőbe helyezni. Három autó haladt Polgárdi fele egymás mögött. Az első után haladó tranzit nem vette észre, hogy a mögötte nagy sebességgel közlekedő személygépkocsi vele párhuzamosan előzésbe kezdett. Ez vezetett a balesethez. A leghátsó autó először nekitolta az első kocsinak a tranzitot, majd a tranzit a lökés erejétől elhagyva az útpályát egy közeli ház falának csapódott, ahol a ház falán lévő gázvezetéket is átszakította. A sofőr megúszta egy lábtöréssel, azt mondja, olyan hirtelen történt minden, hogy fel se fogta az egészet. Akkor belenéztem a tükörbe, nagyon messze volt lámpafény, és már majdnem elkerültem az Opel Astrát, amikor nagy fékcsikorgás, az belénk, és már nem tudtam irányítani az autót neki a falnak. A baleset idejére a teljes útpályát lezárták, csak a helyszínelés után engedték tovább a forgalmat. A szombat hajnalban Kőszárhegyen történt balesetről részletesebb összefoglalót a július 5-i kéklámpásokban láthatnak majd.